A nyári nagy siker után ismét ellátogatott 60-ba a Tarantula Expo. A kiállításon olyan egzotikus pókok, rovarok és hüllők voltak megtekinthetők, mint például boa, szavannai varánusz, illetve tarantula. Az eseményre sok család látogatott el, a gyerekek szemmel láthatóan élvezték a nem mindennapi állatok közelségét. Szénási Gábor húgával és édesapjával érkezett a művelődési házba. Azt mondta, hogy szereti az állatokat, és megérinteni sem fél őket. A sípót fogtam meg, a tarantulák nagyon tetszenek, szerintem itt minden jó. Paraszt Alíz Lotti is végignézte az összes állatot, nem csak a csincsillák tetszettek neki. A pókok tetszettek nagyon, meg a zagáma, nagyon tetszettek. Az érdeklődők bármilyen kérdést feltehettek a szakértőknek, akik szívesen adtak tájékoztatást az élőlényekről. Már ritkán tudják olyan jó körülmények között tartani, hogy ilyen nagyra nőjenek. Ő mondjuk még nem egy kifejlett példány, egy göndölszőrű tarantula. Ő egy ilyen 35 cm-es lábpesz távolsággal fog rendelkezni. Kifejlett korábban, most körülbelül olyan 25 cm körül lehet, hogyha kitárja lábait. Az eseményen a legtöbb állatot meg lehetett simogatni, a merészebbek pedig kézbe és nyakba is vehették őket. Nincs csak